szakmai becslések szerint egy év alatt 200 milliárd forint plusz bevételt hozott az online számlaadat szolgáltatás bevezetése. A rendszer július 1 ével teljes körűen kötelezővé vált, ami további több 10 milliárd forinttal növelheti az államkassa bevételét. A hónap első napjáig kellett regisztrálnia mindenkinek, aki számlát állít ki belföldi vállalkozás részére, még akkor is, ha nullás is az áfa tartalom. Maga az online számlázás egyébként továbbra sem kötelező számlát írni, ugyanúgy lehet papír alapon is, viszont az adatszolgáltatást online módon kell megtenni. Ha valaki ezt elmulasztja, 2-től 500 forintig terjedő bírsággal sújtható, ami akár el is lehetetlenítheti a vállalkozást. Akik azonban nem regisztráltak eddig az online számlapon, nav.gov.hu oldalon pótolhatják a mulasztást, erre szeptember 30-áig kaptak haladékot. A kötelező online adatszolgáltatás kiterjesztésével a cél az adóelkerülők megfogása, ahogy ezt szolgálja a katásokat foglalkoztatók ellenőrzése is. Elsősorban a pár főt alkalmazó kisebb vállalkozások kerülnek a célkeresbe, közülük ugyanis sokan teszik ezt bújtatott foglalkoztatás keretében. Ezt folyamatosan ellenőrizzük, hiszen az ellenőrzési nyomonalunknak a részét képezi ez a fajta ellenőrzés, és igyekszünk feltárni ezeket a bújtatott foglalkoztatási formákat már kockázatelemzések révén is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen helyszíni ellenőrzés keretében fogjuk vagy vizsgáljuk ezeket. Ugye a pandémiás időszaknak köszönhetően azonban már így, hogy véget ért, akár helyszíni ellenőrzésre is számíthatnak a munkáltatók. A szóvévő egy másik aktuális témáról is beszélt, 35 perc című műsorunkban. A NAV ugyanis arra figyelmezteti a külföldre utazókat vagy onnan hazatérőket, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak. Az Európai Unión kívül ugyanis különféle termékek ki- és bevitelénél vámtételek megfizetésével kell számolniuk. Ha valaki például rendszeresen szedett gyógyszert, kérje a házi orvosától egy nyilatkozatot erről, hiszen csak annyi mennyiséget vihet ki az országból, amennyi az utazás időszakára elég védett állatok, preparátumok, trófeák, ki és bevitele tilos, házi kedvenceinket pedig csak úgynevezett állatútlevéllel szállíthatjuk. A jövedéki termékekre is fontos korlátozások vonatkoznak. Magánszemélyek esetében, ugye itt a 40 szál cigaretta, az, ami a mérvadó, tehát ennél több nem lehet náluk, ugye itt a repülőgépes utazások esetében növekszik ez a, ez a szám hiszen itt már 200 szál cigarettát is hozhat, vihet magával bárki. Hát hogy fontos tudni, hogy nem csak a készpénzekre vonatkozik a 10 ezer eurós korlátozás, hanem azokra akár kötvényekre, akár értékpapírokra, amelyek ugye pénzhelyettesítő értéket képviselnek, tehát itt is nagyon fontos arra figyelni, hogyha valakinél nincs annyi készpénz, azonban az értékpapírok elérik ezt az összeget, akkor le is foglalhatják a kollégák ezt. Hosszú sor kígyúzik a Nemzeti Adó és Fámhivatal Nyíregyházi Egyház utcai épülete előtt. Ezt a látványt eddig a szabadság téren szokhattuk meg. Nem véletlen a változás hétfőn elköltözött a megyei adó és vámigazgatóság központi ügyfélszolgálata. A korzó mellett épületet ugyanis felújítják. Egymástól a biztonságos távolságban a plexi fallal védett dolgozók és az ügyfelek is így folyik a munka az Egyház utca 13 szám alatt. A nav fordulókat itt is változatlan nyitvatartással a megszokott ügymenetben fogadják.